ki, lekújik, és érkeztünk a következő FIFA 17 draftvideónkhoz. Nagyon remélem, hogy jól fogtok szórakozni az elkövetkezendő pár percben. A mai videóban megpróbáljuk megcsinálni a 190-es draftot. Nekem még azt hiszem soha nem sikerült, talán 189-em volt, de hát mindegy, próbáljunk meg, kezdjük el. Sajnos csak ennek a felállásnak vannak olyan szélsői, amik mondjuk nekem kénének, de itt meg csak három védő van. Megkockáztatom, nyomjuk neki. És első körben meg is kaptuk 98-as Messit, ez egy nagyon szép indítás. Ide jöhet egy Suarez, úgy gondolom. Vagy igazából egy Leon, az is nagyon fantasztikus lesz. Jó, elvé, ide létsz egy 99-es Ronaldot, nem a 97-eset. Viszont most ez nagyon nehéz döntés, hogy most választanom a 97-es Ronaldot, vagy bízok a szerencsémben, hogy bedob egy 99-eset majd. Jó lesz a 97-es. Nézzünk egy cserejátékost. Kakik, elég kakik. Lenhámsik a rating miatt, de nézzünk most egy tartalékot. Jó, fantasztikus, nagyon örülök neki. Oké, most ide elembe be kell dobni van nagyon jót. Mkhitaryan, oké, eddig nem túl jól alakulnak a dolgaink. Kezdem feladni arményem. Könyörgő! Na végre valami értelmes, Modricot bedobta, nagyon jó. Viszont chemistry-vel azzal, itt még sok dolgunk lesz, az biztos. De nézzük a baloldali CP-nket. Lejön a Bonucci. Koulibaly, nagyon jó. És David Luiz fogom választani, az a nagy helyzet. És nézzük a kapust, kit fog bedobni. Hát Mirantét fogjuk választani a chemistry miatt. Jó, egyelőre nem néz ki túl jól. Bízok a cserepadban. Gyerünk, meg lesz. Cserekapus Buffon, jó lesz. Tonellit egyelőre berakjuk az David Luiz helyére. Jó, itt a kettő középpályással még, meg hát Mkhitaryan, hát a középpályánkat ki kéne cserélni valahogyan, de hát ez nem fog összejönni, majd meglátjuk, hogy miket fog még bedobni. Például egy Walcott, semmi nem vagyunk előrébb. Őt talán tudnánk alkalmazni, hogyha beraknám ide. Jó, hát az a helyzet, hogy eddig a rating meg volt 90-es, de a chemistry még 18 pontot kell javítani, ami nagyon nem lesz egyszerű, sőt. És bedobta a 95-ös De Bruyne-t, basszus. Oké, megkaptuk LV-be Neymart, és ahogy berakom LM-be, nem rossz. Viszont Modric, ha visszajön, az plusz egy kemi, oké. Nem rossz, alakulunk, de még kell javítani, még bőven van még, van még mit javítani, igen. Sanét, ha felhozom, az 3 plusz kemi. Ja igen, mert ugyanabban a csapat vannak, oké, 91, mind a kettő, júj. Az a nagy harci helyzet, hogy normális csatárunk nincsen, és 91-es a chemistry-ünk, hát ezzel nem hiszem, hogy tudok javítani. Neymar és Ronaldo csere, oké. Nagyon jó. 94. 6-ot fel tud vinni egy menedzser, ha normális. 98. Nem hiszem, mert ne. Ki kell hozni azt a kettőkemit. Muszáj kihozni azt a kettőkemit. 189-es egyelőre a draft. Kettőkemit kell hoznom. Oho, oké. 189 még mindig, 99 a kemi. De várjál, Messit természetesen felhozzuk. Oké, és megvan a 190-es draft, végre sikerült, el sem hiszem. Itt tudok, nem tudom, 10 percet gondolkodok, hogy miket lehetne csinálni. Erre mondjuk annyira nem igen gondoltam, hogy ez így működhet. De működik. És megvan a 190-es draft, srácok. A BOOM! Oké, és így fogjuk elindítani az első meccsünket, és az első percben fel fogjuk hozni ő helyére kedves Messi uraságot természetesen. És meg is van az első ellenfelünk, akinek 181-es draftja van, ami nem olyan rossz. Sőt, elég jó játékosai vannak. 90-es rating, 91-es chemistry. De nekünk van egy 190-es draftunk, bum-bum. És mielőtt elkezdenénk, én már fel is hozom Messikét. Csatárba ne hozzam fel Hazardot. Dehogy nem, merjünk nagyot álmodni, bum. Na és nézzük, hogy tudunk ezzel a csapattal muzsikálni. 99-es chemistry.
91-es rating, hát ezt hamar leadtam ezt a labdát. Na nej már, bum, húzzuk meg mellette, ez az. Jaj, jó. Érkezik valaki középen, remélem, jó az öglet. Messi bebólintja, figyeld meg. Az nem, ez a Koulibaly! Az meg kapus üti. Alright, ebből ezt jó, azt végül összeszedjük. Sané. Megcsináljuk, jól lepasszoljuk, Messinek akartam, még így is jó lehet. Jó. Adjuk be! Az anyárat nem tudtuk beadni. Szép, oké, lerakjuk ide. Ki ez? De Bruyne, oké. Ronaldo. Bum! Van egy kapura lövésünk. Oké, ugrik, Hazard! Hazard nyom meg, Léci! Oké, Hazard! És küldjük a hosszúba! Ott is van, mekkora gól! Hazard! Bum, menj null ide! Csak! Áll a zászló. Ez igen. Egy kis szerencsével nálam adta a labda, de Eriksen lábáról levarázsoljuk a labdát és visszaadjuk Fabregasnak. Nagyon jó, oké. Ez a miénknek kell lennie, így is van. És indítjuk Messit. Kiugrik. Az a passzolja, így van. Roni, bum! Ott a második számattól! Azt is van! 20 perc alatt. Jó, jó, Ronikán beküldte rendesen. Szép passzjáték, lefordulunk és bám, mintha magamat látnám. Jó, Hazard, oké, kirakjuk, ott van Messi, lefelé, vissza, ez az, még egyszer. Tudod, itt ezt becsavarhattam volna, de egyel tovább toltam, mint kellett volna, az oda kell csúszni. Így van, Modric, szép volt. Ezt meg majdnem lefüleltük. Az viszont egy nagyon rossz passz. Oké, okay, De Bruyne, Modric, lefordulunk. És ezt beküldjük. Jó a szöglet. Leci! Mondtam, hogy jó a szöglet, de azért... Basszus, ki volt az a gyökérkapus? Na, Koulibaly, hol nincs le? Miért futsz elém? De Bruyne éven megpróbáljuk leszerelni, bár neki nem a legjobb a védekezése, ájjá, és Messi befutott, és be is volt a léc alá, elég rendesen. Buffonkának nem volt sok esélye. Beengedtem az a helyzet. Megint kiraktam Messinek, ajajaj, és a féldő utolsó percében járunk. Most nem jössz be, öreg, most nem jössz be. Jó, noksa. És az első félidő végén 2-1-re vezetünk. Nem vagyunk rosszok, egy kapura lövése volt a srácnak, az is bement. Na jó van, nyerjük meg ezt a meccset, ez meccset meg kell nyerni, viszont Sanét lecseréljük. És feljön Mkhitaryan. Jön a Messikém. Gyönyörű Koulibaly, gyönyörű. Nagyon sokat várt. Hazard, most. Te miért nem érzed, hogy most kéne keresztbe futni? Na jó, az bum. Ott van. Ne. Ja, ez lehet volna életem leggázabb gólya, ha bemegy, de na, nem menj be. Na, már lefelé, azt mondja, az a labda, told meg egyel. Jó, Hazard, gólhelyzet! Felvarta az öreg, bum, ott van Hazard második gólja, 3-1 ide. Na, már menjünk be, így, és csavarjuk el. Oh my god, hát én ezt már belláttam, Jézusom, biztos olyan szép volt, de... Ijj, miért nem megy be? Ez az Messi. Gyerünk. Laposan. Ez mi volt? Aha! Koulibaly bevezette, benyomta, bepresszelte a kapuba a labdát, bepussolta. Ez egy rage quit, úgy érzem. 5-1-nél feladta a srác, meg is értem. És meg is van a draftunk első győzelme, jöjjön a második meccs. A másik fordulós ellenfelünk nem lesz más, mint Sandwell, akinek egy 192-es draftja van. Jézusom, milyen jól néz ki. Azt a rohadt éle. 90-es Donnarumma, de neki semmi összhangja nincsen. Majd meglátjuk, hogy mennyire lesz egyszerű neki gólt lőni. Szerintem Hazard ismét feljön, illetve Messi is természetesen. Sané meg hadd játszon egy kicsikét. Ez az, oké, gyerünk, töré.
Leon még nincs lecseréve, meg nem volt megállítva a játék, és majdnem gólpasztod! Arról a céletben nagyon közel volt, próbálj meg belőni ide középre erősen, az nem jön be rosszul, de nem is elég jól, ki fog dobni ez a kérdés. Mink! Nagyon jó. Oké. Okay. Nem neki akartam vissza, mert... Szép volt ez... Ez szép volt, meg kellett volna támadnom Koulibaly-val. Ennyi buff, hát mindegy. 1-0 oda, oké. Okay. Ugrik Hazard. Gyerünk már, Pisti, lefutod őket. Jó, Hazard, hol egyet? Donnarumma, rohadjál meg, te mocsó! Oké, okay, Messi-t próbálja kiugratni. Gyönyörű labda. Gyönyörű becsúszás Ramos-tól. És ő nyeri a párbajt, viszont visszakapjuk. De nem tudok ott mit csinálni, hát... Oké, okay, megint visszakapjuk. De Bruyne! Donnarumma! Ez már nem fogja ki, ott van! Hazard egyenlít a 28. percben, nagyon szép góllal! Oké! Okay. Nagyon szép Koulibaly, oké. Okay. És belelövöm a kapusba, passzod már be, de... Ott is van, ott van! Oké, okay, nagyon hamar megfordítjuk a meccset, gyakorlatilag 5 perc leforgása alatt. Modric erre már Donnarumma mozdulni sem tudott. Sané, azaz. Itt van benne Hazard, nagyon szép Hazarddal megtoljuk, és ezt be kell vágni. Nem hiszem el, nem akartam beszvetizni, meg amúgy arra is számított. És kapufa. Nem, ez nem volt izi, ez itt rohadjak meg, ha ez izi volt. Itt nem játssza vissza. Jó, ennyit segít, ennyit enged neki a játék, jó, oké. És itt van az első félidő vége, 2-2 az állás, azért... Nem mondok semmit inkább. Oké, okay. Modric. Hazard, Modric, vagy De Bruyne, Modric. Bum! Oh! Én ezt benne láttam. Oh! Passzolt, bum! És persze. Na jó, ott van, oké! Okay. Már kezdtem volna ledobni a fejemre ezt a fejhallgatót, de begyötörtük, jól van, ez a lényeg. Oké, okay, Hazard, vissza Messi. Oké, okay, Messi, ballol, ami jobb! 4-2! Ott is van! Tehát akartam rakni a barrábára biztonság kedvéért, de azt mondjam, azt én jobban is beküldöm, ne aggódjál, Luckeikám, és viszontlátásra. Adios, amigo. És az azt jelenti, hogy már megvan a másik győzelmünk a draft szériában, ami nagyon király, bitter, nagyon tetszik. Oké, okay, nyomjuk a harmadikat. És a harmadik fordulós ellenfelünk az elődöntőben, ez egy 189-es draft, nem egy egetrengető csapat, de nagyon szép a chemistry. És hát már meglátjuk, milyen lesz, kíváncsi leszek. Szokásos cseréket elintézzük, Hazard, csatár, Messi, töre, Sané, Mkhitaryan, már most megadjuk neki az esélyt, most egy teljes meccset végig fog játszani az ifjú. Na. Szép kényszerítő, töré még mielőtt lemész, mutass valamit. Oké. Okay. Leon, akit egyből leviszünk, passz! Ne! Beszvetíztem és ez lett az átka... Az tizi. Nem? Jó. Hallod? Én nagyon gyökér vagyok. Kérlek szépen, ez... Ha ezt nem vágom ki a videóból, megőrülök. Nagyon letámad, nem tudok kijönni egyszerűen a télfaremről. Nagyon-nagyon letámad a srácocska. Ez les volt. Így is van. Ne, már ne adjuk, jó, ez itt szöglet lesz, ha minden igaz. Oh.
Jefferson, bepasszolja messzire. Ne így. Ne így! Mit csináltok, rúgja? Szabad. Így van, nagyon jó. És nem tudok kijönni a télfelemről. És gól. Ajj, testégen szakadjál meg! Gyerünk Hazard, balra be kell vágni. Ott is van, ott az egyenlítő, oké! Egy-egy az állás, 35. perc, jó! Nem volt az olyan rossz, és majdnem át is pattant az a labda. Legközelebb mondjuk magasan próbálkozunk, talán jobban ki fogunk jönni belőle, és... Hát, ez... Első fél idő végén 2-1-es Rásznak, jó játszik, de el kéne őt verni. Be kéne jutni a döntőbe. Menj már balla, Léci, jó belér testében, de középkezdésből újra kiegyenlítünk. Cak, cak! Ne, de ez a rohadt messziért, ezt nem tudom megállni, nem lehet baszni. Sajnos, srácok! Oké, 4-3. Hazard! 5-5! Oké, 90. perc, 5-5, és 10 emberrel vagyok. És hosszabbítás. Azt a rohadt. Tchühü. Na jól van. Igen, ez... azt hiszem ez eldőlt. Nem, nagyon rosszul rúgtad, visszapassz. Nem, ez sem ment be. Legyen meg az a szemétlabda, legyen meg az a szemétlabda, Koulibaly! Mkhitaryan fölé! Passzolnom kellett volna! Kapus! Ne, Istenem! Kiharcoltuk a hosszabbítást, de egyszerűen nem tudom meg, ezt a gyereket nem tudom megverni. És hét itt, nem szállt, komolyan mondom, nem. Hét hat. Nyolcat. Gyerünk, Buffon! Megkarácsozott az öreg. 15 gólnál tartunk egyelőre, elég kemény amúgy. Szépítünk még egyszer, 9-7. Úgy nézem, hogy egyikünknek sem túl nagy erőssége a védekezés. Szerintem ebből a meccsből ez egyértelműen lejött. Azaz, most komolyan beszvetiz a 10. gólra. Ezt a mocskot te! És olyan úgy nézem, hogy itt lesz a vége. Fújj le, Spori, így van! Hát gyerekek, ez egy jó meccs volt, jól játszott a srác, és szerintem meccsben voltunk szinte végig. És tényleg... élveztem ezt a meccset, nagyon jó volt, viszont sajnos a harmadik meccsünket a draftban nem tudtunk megnyerni, így egyelőre 2 győzelemmel zárjuk ezt a 190-es draft videót. Kapunk egy Jumbo Premium Gold Packet, meg egy Premium Gold Packet, gyorsan skippeljük, és már megy is discardra, így is van, és a Jumbo is ugyanerre a sorsra fog jutni, elég valószínű.
Diszkált. Szóval ennyi lett volna ez a videó, nagyon remélem, hogy tetszett nektek, ha így van, akkor kérjek dobjatok rá egy lájkot, találkozunk legközelebb, és én Lucky voltam. Sziasztok!